Nem is húznám az időt, hanem egyből a közepébe vágnék a dolgoknak. Ezúttal Elohim pecsétjét fogjuk megbeszélni, annak ellenére, hogy már erről volt szó a Fenevad bélyege sorozatban, de az már elég régen volt, és úgy gondoltam, hogy ez egy nagyszerű apropó, amit Rebel Hidden Reality csatorna biztosít számunkra. A helyzet az, hogy én nem utálom őket, vagy nem haragszom rájuk, pusztán a hazugság az, amit nehezen viselek, és úgy gondolom, hogy ezekkel a videókkal mindenki számára ott lesz a bizonyíték, hogy mi az igazság, és mi a hazugság, és mindenki választhat magának. Mindenki számára ott van ez a lehetőség, sőt, én felajánlottam nekik többször is, amennyiben gondolják, bármikor megtalálhatnak, és ezeket a dolgokat nyíltan meg tudjuk beszélni, elmondhatják az ő álláspontjukat mindenről, és utána megnézzük, hogy mi az, amit az írás mond, ezzel nem éltek, így nem maradt más lehetőségem, mint az, hogy megmutassam az embereknek, hogy amit mondanak, az téves, nem feltétlenül azt mondom, hogy hazudnak, azt mondom, hogy amit állítanak, az hazugság, hogy szándékosan, vagy tudatlanságból, nem tudom, de ez ékes bizonyítéka lesz ez a videó annak, hogy ez így van. És a nagyszerű az, hogy mivel már használják a Biblia felfedezőt, vagy legalábbis most úgy tűnik, ezért mindenki látni fogja, hogy amit mondanak, az nem igaz. Arról beszélnek egyébként itt az elején, hogy mindenki láthatja a gyümölcsöket, amiket ők csinálnak, meg mit tudom én mit, de a helyzet az, hogy aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt, úgy ő, mint a másiák, és ők egyikük sem jár úgy, hiszen az ellenkezőjét tanítja, mint amit a másik tanított. János mindig is egyértelművé fogja ezt tenni. Arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk en tolé, úgy, mint Tora. Aki azt mondja, ismerem őt és az ő parancsolatait en tolé, nem tartja meg, hazug az, és nincs abban az igazság. A borzasztó abban, amit ők csinálnak, és majd most ez ki fog derülni abból a videóban, amit megmutatok, hogy ugyanezeket a szavakat használják, és mégis hazugság az, amit mondanak. Gyümölcsöt terem sokféle fa, és a világ minden táján az emberek ezt mondják, hogy ó, nézd meg, ennyi-annyi ember felvilágosodott, ennyi-annyi e-mail. Igazság csak egy van, az út keskeny, a kapu szűk, és kevesen fogják megtalálni. Úgyhogy ez az, amit mindenkinek észben kellene tartania. Nem az a lényeg, hogy én mit mondok, vagy ők mit mondanak. A kérdés az, hogy ők vajon a keskeny úton járnak-e, vagy sem. Mindenki döntse el magának, hogy ő a keskeny úton jár-e, vagy sem. Ha valaki azt gondolja, hogy a Tora nélkül a keskeny úton kell járni, akkor annak nincsen fogalma arról, hogy mi a keskeny út. Kezdjük is el, Jelenések Higgaló 9-es fejezettel kezdik, ahol ugye Elohim pecsétjéről van szó. Ezután megjegyzi, hogy mennyi szimbolika van az egészben, természetes, hogy van. Egész Jelenések könyve erről szól, ugye. Mint mindig megállítottam a videót ott, ahol szerintem érdemes megnézni, vagyis amiről beszélek éppen. Úgyhogy akit érdekel a 13. perctől érdemes ezt az egészet nézni tulajdonképpen, ez az, ahol kezdődik, amiről beszél. Érdemi dolog nem hangzik el, de mi azért nézzük meg Jelenések könyve 9-es fejezetet. Az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kútjának kulcsa. Megnyitá azért a mélységnek kútját, és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemence füstje, meghomályosodik a nap, és a levegőig a kút füstje miatt. Füstből pedig sáskák jövének ki a földre, és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondaték nekik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldellőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen Elohim pecsétje. Mivel ez a videó a pecsétről szól, ezért mi is meg fogunk maradni itt, ennél. A pecsét egyébként itt Sragis,
Ez a kifejezés pecsétet jelent, és ez lesz az, amit vizsgálni fogunk mindvégig a videóban, szóval mindegyik idézet a brit hadasából a sragis szót tartalmazza majd. Pecsét egyébként egy bélyegzőszerű eszköz, amelyen egy jel, egy név vagy valamilyen szöveg található, amely azután lágy anyagba belenyomva láthatóan kiábrázolódik és megmarad, úgy mint nedves agyagba vagy viaszba. Nézzük, mit ír Jób 38-as fejezetben. Parancsoltál-e a reggelnek, amióta megvagy? Kimutattad-e a hajnalnak helyét? Hogy belefogódzék a földnek széleibe és lerázassanak róla a gonoszok. Hogy átváltozzék, mint megpecsételt agyag, és előálljon, mint egy ruhában. Szent Imre verzió úgy szól, hogy olyan lesz, mint az agyag a pecsét alatt, és úgy elszíneződik, mint egy ruhadarab. Ugyanúgy, ahogyan a föld keletkezett, mint a pecsétet belenyomják az agyagba, ugyanúgy keletkezett a föld, hiszen ez egy sík, lapos terület, egy zárt rendszer, és a domborzati formák megmaradtak, ahogyan a minta megmarad a pecsét után. Egyébként ez a szó megpecsételt, ez chotám, mint pecsét, pecsét nyomó, vagy pecsét gyűrű. Ez a szó H2856-ból ered, hatám, lepecsételni valamit, bepecsételni, ugye ez az ige formája a szónak. De ha megnézzük a kifejezés hatám, a görögben stragis. Ha visszaugrunk jelenések könyve 9-es fejezethez, és megnézzük még egyszer ezt a szót stragis, akkor láthatjuk, hogy a héber megfelelője ennek a szónak hatám, amit az előbb megvizsgáltunk. Ha már itt tartunk, nézzük meg, hogy hol fordul elő először ez a kifejezés, hatám, ez pedig Berasít 38-as fejezet, 18-as vers, így szól, és mondta, micsoda zálogot adjak neked? És mondta, hatám, gyűrűdet, zsinóriát, pálcádat, mely kezedben van. Odaadá azért neki, és beméne hozzá, és teherbe ejté. Ez ugye témáról van szó, és Jahúdáról vagy Júdáról, amikor Témár prostituáltnak öltözik, és Jahúda paráználkodik vele. Következő jelenések 7-es fejezet, vagy Higelú 7-es fejezet, ahol szintén a pecsétről beszélnek, aztán megjegyzik, hogy nézzük meg, hogy mi is ez a pecsét, hiszen Satánnak is van pecsétje, ugye ez a fenevad bélyege, ugyanúgy, ahogy Elohimnek van egy pecsétje. Tehát nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy melyik az a pecsét, ami rajtunk van. Mindenkin van egy bélyeg, a kérdés az, hogy melyik bélyeget viseli az ember. Úgyhogy ez egy fontos dolog, hogy tudjuk, hiszen a végén ezáltal különböztetik meg a juhokat, akik a jobb oldalra állnak, és a kecskéket, akik a bal oldalra. 15 perc, 27 másodpercnél van, akit érdekel. Nézzük jelenések könyve 7-es fejezetet. Ezek után látték négy angyalt állani a földnek négy szegletén. Ezért szerint van négy szeglete, vagy négy sarka a földnek, hiszen a szeglet az ugye sarok kereszteződést jelent. Sarok, szél, égtáj, szeglet, zug. De ez most nem is kérdés. A négy szélét tartva, hogy a szél ne fújjon a földre, se tengerre és semmi élő fára. És látik más angyalt, az angyal ugye malák, mint üzenetközvetítő vagy hírnök Angelos, feljönni napkelet felől, akinek kezében vala az élő Elohimnek a pecséte. És nagy szóval kiállta a négy angyalnak, akinek adatot, hogy ártson a földnek és a tengernek, ezt mondván ne ártsatok se földnek, se tengernek, se fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Elohimünk szolgáit az ő homlokukon. És hallám a megpecsételtek számát 144 ezer. Ezután ők ugye kényelmesen megállnak ugyanúgy, ahogy én tettem, és azt már nem olvassák föl, hogy ez a 144 ezer, ez Izrael fiainak minden nemzetségéből lesz elpecsételve. Négyszer elmondja, hogy a pecsét az egy fontos dolog, és utána elmondja, hogy a 144 ezer az Izrael fiainak minden nemzetségéből lesz elpecsételve. Ezután további négyszer elmondja ezt, felsorolja mind a négy nemzetséget úgy, mint Jehuda, Ruben, Gád, Asher, Naftali, Manasszés, Simeon, Lévi, Iszakár, Zebulon, Jahuszef és Benjamin. Ezek Izrael fizikális leszármazottai a mai világunkban. Ezt nem lehet másképp magyarázni. Azt mondja, hogy Izrael minden nemzetségéből,
A nemzetség az fülé, törzs vagy nemzetség. Ezt nem lehet spiritualizálni, ezt a dolgot. Ez nem arról beszél, hogy jaj, mi mindannyian spirituális Izrael, meg Ábrahám. Itt erről nincsen szó. Itt arról beszél, hogy ebből a törzsből vagy nemzetségből való. Ha megnézzük, hogy mi a fülé szó, egyébként a Héberben számos más szónak a megfelelője, mispaká egyébként családot jelent, úgy mint klán, vagy család, vagy szövetség. Az umá pedig nép, törzs, vagy nemzetség. Hogyha megnézzük, bait, az ház jelent otthont, vagy lakást. Úgyhogy ez a fülé, ez Izrael fizikális leszármazottaira utal, hiszen mindig ezeken keresztül hajtotta végre az akaratát az atya. Ez nem változott mára sem. Ez egyébként visszautal az ünnepre, amit úgy hívunk, hogy első zsenge, hiszen a 144 ezer az első zsenge, de mivel ők nem foglalkoznak az ünnepekkel, meg az egész világ nem így nem értik, hogy hogyan kell ezt az egészet felfogni. Természetes, hogy más emberek is lesznek a királyságban, hiszen különben nem lenne királyság, hogyha egymáson uralkodnának, ezt írja a 9-es verstől Jelenések könyve, de ezzel nem fogunk már foglalkozni. A helyzet az, hogy ők azt magyarázzák, hogy ez spirituális Izrael, és erre nincsen semmiféle bizonyíték egyáltalán. Minden jel arra utal, hogy ez a fizikális Izraelről beszél, hiszen ezért használja a nemzetség vagy fülé kifejezést, úgy mint törzs. Azt mondja, hogy Izrael fiainak minden törzséből megpecsételve, és utána felsorolja a törzseket. Jahúda az egy törzs, azért írja azt, hogy fülé, mint törzs vagy nemzetség. Abból a törzsből származik. Bárki lehet Elohim szolgája? Természetesen. Bárki bejuthat a királyságba? Természetesen. Mindaddig, amíg rajta van Elohim pecsétje. Kérdés az, hogy mi ez a pecsét? Mint mindig, sokkal inkább a könyv eleje felé kellene haladnunk, olyan értelemben, hogy megvizsgálni azt, hogy mi volt írva a Tanákban, amit akkor használtak az emberek, mikor a másiák a földön járt, nem pedig azt, ami 300 évvel később jelent meg, mint ahogy a nők azt teszik. Nem lehet Pál verseiből, illetve leveleiből értelmezni az írást. Egyszerűen lehetetlen. Szükségünk van arra, amit ők írásnak tartottak. Saul levelei értelmeznek bizonyos dolgokat, amik le vannak írva a Tanákban, anélkül, hogy kinyitnánk a Tanákot, ahogy ők csinálják. Egyetlen egy vers nem lesz, ha jól emlékszem, a Tanákból. És úgy lehetetlen értelmezni azt, amiről itt szó van. Nem az, hogy nehéz, hanem lehetetlen. Azért találta ki az atya ezt a rendszert, hogy aki őt kitartóan keresi, megtalálja. Ami itt következik, az egyik legmegdöbbentőbb az egészben igazából, ez olyan 17 perc körül, de lehet, hogy 16 perc körül kezdődik ez a zagyvaság. Arról beszél, hogy álljon el a hamisságtól, aki az Úr nevét vallja, és az Úr megismeri az övéit, mert azok az igazságot cselekszik. Arról szó sincs, hogy mi a hamisság, vagy mi az igazság. Egyetlen szóval az, hogy az Úr igazságát cselekszi, meg Jézus az igazság, meg ezek a dolgok. Az igazságot cselekedni kell, a hamisságtól el kell állni. Tudnunk kell, hogy mi az a hamisság. Ha valamit teszünk, gondolunk, vagy mondunk, tudnom kell, hogy az igaz vagy hamis. Szükségem van valamire, ami objektíven megmutatja, hogy az jó vagy rossz Jahua szemében. És az a helyzet, hogy ez ki fog derülni akárcsak ebből az egy versből is. Mindazáltal megáll Elohimnek erős fundamentuma, melynek pecséte ez. Ismeri Jahua az övéit, és álljon el a hamisságtól minden, azaz mindenki, aki a másiák nevét vallja. Ugye azonnal felmerül a probléma, hogy az Úr, ami az ő fordításukban vagy a másiák, az nem egy név. Neki van egy neve, Jahusa, a neve is Jahusa Hamásiák. Jahusa azt jelenti, hogy Jahua megmenti az övéit a bűntől, ugye idézőjelben, vagy zárójelben a bűntől. Ezt leírja Máté első fejezet többek közt. Ez a név, ugyanaz, mint Józsué neve, ugyanaz a másiák neve. Van egy neve, ez az, amit mindenkinek vallani kell, hiszen hinnie kell benne, hogy ő megmenti a bűntől, különben nem fog eljutni oda. Tudni kell, hogy mi a bűn. A hamisság egyébként a dikhia, jogtalanság, igazságtalanság, igaztalanság gaztett. A G94 igazságtalan, jogtalan, vagy hamis, ártó, engedetlen, vagy hűtlen, vagy nem hívő szóból ered. Ezek mind az adikosz
a Héber megfelelői. Ha ezt megnézzük, egyértelmű lesz, hogy mi az, amiről Saul beszél. Az egyik például Hamász, ami erőszak, kár, sérelem, méltatlan bánásmódot jelent, úgy mint az a terrorszervezet Hamász. Például a másik itt van Mirma, csalárság, csalás, forté, megtévesztés, félrevezetés, tükközés, árulás, hűtlenség, nebalá, botrányos butaság, őrültség, ostobaság, szégyen, buta viselkedésnek a következménye. Rá, rossz, hitvány, gonosz, taszító, visszatetsző, veszélyes, rosszindulatú, csúnya, boldogtalan. Nézzük meg, hogy mi a gonosz. A gonosz egyébként mindaz, ami nincs összhangban Elohim rendjével erkölcsi vagy testi vonalon. Mi Elohim rendje, ha nem a Tora? Sod például, erőszak, durvaság, rombolás, pusztítás. Seker, csalás, megtévesztés, félrevezetés, hazugság, valótlanság, hamisság. Tohu, mint formátlan, alaktalan, olyan, mint a föld a kezdet kezdetén, mikor azt mondja az elején, hogy a föld pedig kietlen és puszta vala, arról beszél a kietlen, hogy tohu, formátlan, alaktalan, puszta, kietlen, semmi, üres. De arra sá, szintén az egyik jelentése, ami azt jelenti, hogy bűnös, vétkes, büntetést érdemlő. Bűnös. Mit jelentett vajon az a bűnös? Nézzük meg, a teremtett világban mindaz, ami a teremtő szentségét nem fejezi ki. Mi fejezi ki az ő szentségét? A Tora? Ő azért más, mint mi, mert ő úgy él, ahogyan azt megírta. Ezért mondja azt, hogy a másiák az ő képmása, az, ami visszatükrözi őt. Aki látta a másiákot, látta az atyát. Másiák bűn nélkül élt. Mihez képes bűn nélkül? A Torához képes bűn nélkül. Ezért, ha mi úgy élnénk, akkor mi olyanok lennénk, mint ő. Az, ami Trivial Hidden Reality hirdet, hogy mindegy, hogy mit csinálunk, majd, hogy nem, az nem tükrözi őt vissza, az a világot tükrözi vissza. Ezért mondom, hogy az a széles út, az egy hazugság, az bűn. Ami nem fejezi ki az ő szentségét, vagy ami az ellen való. A világon az első bűn szabad akaratból történt, mindegyik abból történik. Amikor a teremtmény felelősségének tudatában, a következmények ismeretében mit csinált? Úgy döntött, hogy megrontja azt a lényeget, amivel eredetileg Elohim felruházta őt. Egyszerűen megszegte a parancsolatot. Ez volt a bűn. A bűn egyébként le van írva, akármennyire is ugrálják körül a dolgot, a bűn az céltévesztés. Hatá. De már a teremtett világ bűne előtt az angyali lényeknél is volt, akik fellázadtak a teremtő ellen. Mi, hogyan? Úgy, hogy nem teljesítették a parancsolatot. Mindenki ezt csinálja, kivétel nélkül. Az összes hamis tanító ugrál körbe-körbe a dolog körül, ugyanúgy, ahogy itt a BNF-be le van írva. A lényeg az a végén, amit csináltak, az az, hogy nem tartották be a parancsolatot, amit kaptak. Ez a bűn lényege. Ők azt mondják, a bűn lényege abban áll, hogy Elohimtől elszakadva tőle függetlenül élni. Persze, hiszen ő megmondta, hogy hogyan lehet élni vele, úgy, hogyha az ember azt csinálja, amit ő mondott. Amúgy elszakad az ember. Ézsaiás 59-es fejezet második vers így szól, hanem a ti vétkeitek, azaz bűneitek, aon, bűn, gonoszság, romlottság, választanak el titeket Elohimtól, és bűneitek fedezték bűn hatá el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. A hatá szó egyébként H2398-ból ered, hatá, úgy mint hiányt szenved, téveszt, eltéveszt, úgy mint célt, elhibáz. Mi a bűn? Eltéveszteni a célt. Ez az, ami elválaszt minket Elohimtől. Beszélhet napestig valaki az e-mailekről, meg a támogatásokról, meg mindenről, addig, amíg az emberek nem a Tora útján járnak, és az által kijelölt úton, addig eltévesztik a célt, és hatá az, ami elválaszt Elohimtől minket. Úgyhogy ettől mindenkinek el kell állnia. Mi ez? Hamisság magyarul. Persze, hogy így fordítják, hiszen akkor így az emberek mondják, ó, én nem vagyok hamis, én igazság, mint ahogy ők, hogy az igazságba járj, meg azt kövess, meg mi az? Mi az, amit nekem csinálnom kell, hogy az igazságban járjak? Csak üljek, azt mondogassam? Vagy mégis mi a teendő? Nem mondja nekem senki, hogy nincs semmi teendőnk, csak egyszerűen ülni, meg gondolni azt, hogy mi jók vagyunk. Aztán mehetünk a világba csinálni a dolgunkat, úgyhogy erről az egészről elfeledkezünk. Menjünk a saját fejünk után. Ilyen nincsen. De le is írja,
hogy van cselekedetre szükséges. Ezt mondja, nagyházban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fából és cserépből valók is. Azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, mert mi edények vagyunk, amiben lakozik a spirituális birodalomból valaki, vagy a Ruach HaKodesh az atyától, vagy pedig a másik oldalt. Edényhez hasonlít minket, azért, mert az edényben is tárolnak valamit. Ha korsóra gondolunk, akkor abban vizet tárolnak. Ruach HaKodesh bennünk lakik, amennyiben tisztán tartjuk magunkat. Mitől? A hamisságtól. Mi a hamiság? Aom, bűn, vagy chatá, a tora megsértése. Ha tisztán tartjuk magunkat, akkor bennünk lakik, mint egy edényben. Mit mond? Megszentelt és hasznos a gazdának, micsoda? Minden jó cselekedetre alkalmas. Akkor ezek szerint van valamilyen cselekedet, amit nekünk tennünk kell. Ergon, cselekvés, tevékenység, úgy, mint munka vagy feladat. És ebből ráadásul nekünk a jókat kellene cselekednünk. Nézzük meg, hogy mi a jó akkor. Agathos. Jó, nemes, bátor vagy vitéz. Hogyha megvizsgáljuk, hogy mi a héber kifejezés, akkor egy rakás szót találunk, ami mind összefügg a Thorával. A bin például az, hogy érzékelni valamit, felfogni vagy megérteni. Belátni. Utána nézzük meg azt, hogy tob. Jó, úgy, mint termékeny, elfogadható, tetszetős. Azaz, ha mi termékenyek vagyunk, akkor bennünk él az atya tovább, és ez terjed a világban. Vagy jasár, úgy, mint egyenes, vagy igaz, becsületes, jogos, igazságos. De itt van például a szó shalem. Shalem annyit tesz, mint teljes, tökéletes, vagy befejezett. Épp, egész, érintetlen. Ilyen cselekedetekre lennénk alkalmasak, ha elállnánk mitől? A chatától, ami a Torának a megsértése. De nem erről beszélnek, hanem arról, hogy ó, nekünk csak az Isten igazságában kell járnunk. Mi jelent az, hogy az Isten igazságában járni? Ez a kérdés. Azt mondja, hogy ez Isten igazsága ellen való beszéd. Mi az, akkor ők is azt csinálják. Ő szava az igazság. János 17:17 elmondja, szented meg őket a te igéddel, a te igéd az igazság. Az ő igéje az a tanák, az a tora, amit leírt, az ige, ami köztünk járt, az az ő szava. Azt mondja most itt, hogy ők, Reveal Hidden Reality, a hamisságot terjesztik. Az ő igéje ellen beszélnek. Az ő igéje az igazság. Nézze meg bárki, János 17:17. Szented meg őket a te igéddel, a te igéd igazság. Ha az ő igéje az igazság, mi az ő igéje? A tanák, hiszen az nem volt leírva, amikor a másiák vagy Saul itt járt, amit mi Brit Hadasának hívunk. Tehát az nem lehet az ő igéje. Az ő igéje az, ami már le volt írva, ezért olvasgatta a másiák Ézsaiást, ezért idézett Saul folyamatosan a tanákból, a Torából, meg mindenki más, mert az volt az ő igéje. Na itt ők azt mondják most, hogy ők hamisságot beszélnek, hiszen Elohim igazsága, vagyis igéje ellen beszélnek, hogy azt már nekünk nem kell betartani. Úgyhogy nekem nem kell őket vádolni, ők saját magukat vádolják. Azt mondja, hogy az eklésziának azon emberei, akik az igazságban élnek. Hogyha azt mondja, hogy nem kell nekem a Tora szerint élni, ő nem élhet az igazságban, hiszen a Tora maga az igazság, te igéd az igazság. Úgyhogy azok az emberek, akikről ő beszél, azok nem az igazságban élnek, hogyha nem a Tora szerint élnek. Bármennyire is fájó bárkinek, aki ezt hallgatja, nem lehet a Tora nélkül valaki igaz. Itt a földi életben. Természetes, hogy üdvözül a másiák áldozata miatt, ez egy másik kérdés, ezen már túl vagyunk. A helyzet az, hogy itt minden jó cselekedetre alkalmasnak kell lennünk, és ezt a Tora mutatja meg. Úgyhogy az a gyülekezet, amiről ő beszél, az nem egy igaz gyülekezet, nem azért, mert én azt mondom, azért, mert ők azt mondják most, hogy aki Elohim igazsága ellen beszél, az hamis, és ők ezt teszik. Azt mondja, hogy elfogadják az igazságokat most, azzal, hogy ők itt beszélnek, ezzel ők megpecsételődnek, mert ezután úgy fognak élni. Mi az, ahogyan élnem kell, hogy igaz legyek? Hol van leírva az, hogy hogyan kell élnem ahhoz, hogy igaz legyek? Ez pedig nem más, mint a tanák, amiből ők egyetlen egyszer nem idéznek, azért, mert így egyszerűbb az élet, mert így folytathatják tovább azt az életet, ami amúgy is kényelmes. Ez az élet nem jár lemondásra. Azt mondja, hogy ilyenkor az ő hallgatóik megpecsételődnek. Azért, mert Saulnak egy versét felolvassa, ez a pecsét. A pecsétnek ehhez semmilyen köze nincsen.
hogy az igazságokat közli az atya rajtuk keresztül, mint az apostolokon keresztül. Az apostolokon keresztül a Torát közölte az emberisége. Semmi más. A proféták, a másiák, az összes írás, Mózes, az apostolok, mindenki ezt csinálta. Ment körbe és mondta az embereknek, hogy térjetek meg, megtérni maga a kifejezés azt jelenti, hogy az ember visszatér a Torá által kijelölt úthoz. Úgyhogy sajnálom, de ennek semmi köze nincs a pecséthez. Úgyhogy mindenki, aki azt gondolja, hogy ő elpecsételődik azért, mert Saulnak egy-két versét elolvassa, az rossz úton jár. Aztán meg, hogy majd még ezek az emberek tovább terjesztik a pecsétet azzal a tudatlansággal, amit itt tanulnak. Arról beszél, hogy ezek az emberek majd kerülik a hamisságot, amit az ördögatya fiai terjesztenek pénzért a más gyülekezetekben. Természetes, hogy a legtöbb gyülekezet az ördögtől van, ugyanúgy, ahogy az övéki. Mindenki, aki a Tora ellen beszél, az mind az ellenségtől van. Ez egy sajnálatos dolog, de ez a helyzet. Én nem azt mondom, hogy Saul nem, levelei nem értékesek, mert azok. De egy könyvet nem lehet a végéről visszafele haladva megérteni. És ennek Reveal Hidden Reality ékes bizonyítéka. Nem értik azt, hogy miről szól ez a könyv. És mindazok, akik azt gondolják, hogy ez az út egyszerű lesz, hogy majd Saul leveleit olvasgatják, azt ők akkor már igazak, azok tévúton járnak. Utána azt mondja, hogy a büntetés vár mindazokra, akik engedetlenek. Hát ki az, aki engedetlen, hogyha valaki a Tora szerint akar élni? Hogy lehet az engedetlen? Mi más lenne az engedetlen, mint mindenki, aki nem az szerint akar élni? Hogy dönthetné el az atya, hogy ki az engedetlen a végén, ha nem úgy, hogy azt mondja, hogy figyelj csak, itt volt a szabályzatom, ehhez képest nézzük meg, hogy te mit tettél. Ezért nyitja ki a könyveket jelenések könyve végén, amikor arról beszél, hogy könyvek nyitnak meg, és egy másik könyv is megnyitatik. És akkor mindenkit megítél a cselekedetei szerint. Mi az, amihez összevetélsz? Hát a Torájához képest. Az első 5 könyv, ahol leírta, hogy hogyan kellene élnünk. Úgyhogy sajnálatos, de ezek az emberek nem értik ezt. De itt 23 perccel csúcsosodik ki ez az egész igazából a tudatlanság maga. Szóval nézzük meg, vagy mindenki nézze meg ezt, mert ez a néhány perc, ez katasztrofális, de utána megbeszéljük, hogy mi az, amit valóban leírt Saul, és értelmezni fogjuk. Innen elkezdődik 2. Korintusi 1.22-ben a káosz. Arról beszél, hogy ő pecsételt el minket. Nézzük meg ezt a verset inkább. Ez mindig egy nehéz ügy, hogyha valaki két versből akar valamit bizonyítani, mikor a fejezet 24 versből áll, különösen akkor, mikor egy levélről van szó, ugye ez a korintusiakhoz írt levele Saulnak, a második levél. Nyilván nem úgy írta meg a levelét, hogy fejezetekre, meg versekre osztotta, úgyhogy ez egy kemény dió két verset kiválasztani, és abból messze menő következtetést levonni, de nézzük meg, hogy mi az, amit ki tudunk hozni belőle. Azt mondják, hogy a pecsét az igében való járás. Hogy elpecsételt minket Elohim azáltal, hogy megadta az ő szavát, és nekünk ebben kell járni. Innentől kezdve egyszerűen érthetetlen, hogy amikor én azt mondom, hogy az étkezés, vagy az ünnepek, vagy a körülmetélés, vagy az összes többi, ami le van írva ott, az még most is számít, ugyanúgy érvényben van, mert hiszen az ő szava él, és soha nem változik meg, akkor hogy mondhatják azt, hogy ez egy sátáni tanítás, mikor Sátán volt az első, aki arra buzdította az embereket, hogy törjék meg a Torát, vagyis ezt a szerződést, vagy ezt az útmutatást, mint ahogy Reveal Hidden Reality is teszi egyébként, arra tanítja az embereket, hogy hogyan lehet bűnben élni. Sőt, azt mondja, hogy nekünk abban kell élnünk. Ez Zsoltárok 119.89. Yahuwah, ugye ez a kifejezés itt Yahuwah örökké megmarad a te igéd a mennyben. Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod. Te erősítetted meg a földet, és áll az. Így szól a 133-as. Vezéreld utamat a te igéd szerint, nehogy valami hamisság uralkodjék rajtam. Ugyanarról beszél, mint amit az előbb olvastunk. Álljon el hamisságtól mindenki, aki a másiák nevét vallja. 2. Timóteus az 2.17. Ugyanerről beszél a Zsoltár szerzője is. Aki az ige szerint él, attól eláll a hamisság, hiszen az ige az emrá, szó, beszéd, megnyilatkoztatás, Elohim beszéde, vagyis a Tora. Aki e szerint él, az nem jár hamisságban.
Úgyhogy amit a srácok beszélnek, az sajnos a széles út. 24 perc, 8 másodpercnél azt mondja, hogy arra utasított minket, hogy az ő igéjében éljünk, és mi ezért igazak vagyunk, mert abban élünk. Annak ellenére, hogy ők persze nem így élnek, csak mondják, de ő ezt gondolja. Zsoltárok 119-141. A te igazságod igazság örökké, a te törvényed igaz. Az ő törvénye az igazság, és ez igazság örökké. Az igazság ez tzedaká, úgy mint a kifejezés tzadik, mint igaz, mint Elohim eredendő, és mint az ember szerzett tulajdonsága lehet. Hogyan lehet az ember szerzett tulajdonsága az, hogy tzadik, az, hogy egyenes, hogy helyes, hogy korrekt? Úgy, hogyha Elohim szavát követi. Azt mondja, hogy a te igazságod tzedaká, tzadik, örökké, azaz olám, mindörökké, folyton. Örökké valóságig, mindig igazság. És a te törvényed igaz, az a szó igaz, ez pedig emet, úgy mint biztonság vagy megbízhatóság, stabilitás, állandóság, igazság. Ez a törvény az, ami örökké igazság. És mi ez a törvény? Tora. Itt a következő. Közel vagy te, Jahua, minden te parancsolatod igazság. Akkor hogy nem abban járnak? Micvá, úgy mint parancsolat szó szerint. Micvá, amit valakinek meg kell tennie. És ez az igazság. Emet, ugyanaz, amit az előbb mondott. Állandó, igaz, stabil, megbízható. Mert ez mindig így van. Az embernek nem kell gondolkoznia azon, hogy hú, most akkor eltörölte, most akkor ehetek mindenféle dögöt, vagy akkor most már mindegy, hogy melyik nap micsoda. Nem, ezen nem is kell gondolkodni. Leírta itt számos alkalommal, hogy ez örökké így van. De a következőben is leírja. Régtől fogva tudom a te bizonyságaid felől. Bizonyság, edá. Úgy, mint tanú, mint bizonyság, mint a két tanú jelenések könyvében. Ez a bizonyíték rá, mint a másiák volt egy edá, egy bizonyíték, egy tanúság. Régóta tudom a te bizonyságaid felől, úgyhogy az igazságról beszél, az egész 119-es Zsoltár az ő törvényéről szól, a toráról szól, annak a különböző részeiről, mint dabár, micvá, mispá, hok, huká, és a többi. Ezeket együttesen ő bizonságnak vagy torának hívja. Azokat örökké állandókká tetted. Örökké, olám, mindörökké. Az örökké valóságig folyton örökös mindig állandókká tetted. Megalapozottá, elrendelted, kijelölted, jesád. Ezek mindig így voltak, mindig így lesznek, és most is így vannak. Azt mondja, hogy az ő igéjében kellene élnünk. Pontosan, ezt mondom én is. A te igédnek summája az igazság. Emet az állandóság, vagy megbízhatóság. A te igazságod ítélete, cedik ítélete mind örökkévaló olám. Az ő szava nem változik meg. Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz. Cedik, igazság. Mert minden parancsolatod igazság. Minden. Nem néhány, hanem az összes. Parancsolat micvá. Mellesleg ez már a kezdet kezdetén tudott volt mindenki számára, aki értette, és akinek Jahua értelmet adott. Ez Dabarim 6.25. És ez lesz nekünk igazságunk. Micsoda? Tzedeká. Ugyanaz, amiről beszélt Dawid. Becsületesség. Külső igazolás, a szabadulás, jólét, prosperálás, igazságosság, igaz cselekedet, jó tétemény. Ez lesz nekünk az igazságunk. Micsoda, ha vigyázunk arra, de mire vigyázunk arra, mellesleg se már őrizni, megőrizni valamit. Ha őrizzük azt, mit, hogy megtartsuk, sá, cselekedjük mind e parancsolatokat. Micvá. Jahua előtt, ami hatalmasságunk előtt, amiképpen megparancsolta nekünk. Ez az igazság. Aki nem így él, az nem jó úton jár. És ezért érdemes olvasgatni a könyvnek az elejét, mert akkor ezeket a dolgokat megérti. Ézsaiás is elmondja ezt, hallgassatok rám, akik tudjátok az igazságot. Kik azok az emberek, akik az igazságot tudják? Mi ez? Cedik! Igazság!
Te nép, ám, mint törzs, nemzetség, kinek szívében van, micsoda? Az én Torám. Ezek azok, akik tudják az igazságot. Azt mondja, hogy elcsűrhetetlen, elcsavarhatatlan igazság az ő szava, ennek ellenére ők ezt csinálják folyamatosan, hogy elcsűrik, csavarják, hogy a fele már nincs érvényben. És utána azt mondja szemrebben és nélkül, hogy ebben élünk, és ezt cselekedjük, miközben arra tanítja az embereket, hogy ezt már nem kell csinálni. Azt mondja, hogy a szívünkbe adta a zálogát, és utána belemegy abba, hogy a szív az ugye az akaratunkat jellemzi, vagy jelképezi, bocsánat. Itt odáig fajul a helyzet, hogy azt mondja, hogy a lélek szó az azt jelenti, hogy személy, és azt mondja, hogy Isten, mert ugye a lélek az Isten, ez a személy, mert a lélek azt jelenti, hogy személy, ez zálogot ad a szívünkbe, valamilyen zálogot belead a szívünkbe. Azt mondja, hogy ugyanez a személy, mert ugye a lélek az neki egy személy, Isten, aki elpecsétel minket. Szóval a lélek és Isten az ugyanaz. Azt mondja, hogy Isten, aki megerősít és felkel minket a másiákban, ő pecsétel el minket, és ő az, aki a zálogot adja a szívünkbe. Miközben itt azt mondja, hogy a lélek maga a zálog. Érthető, amit mond, amit az írás mond, az más, mint amit ez az ember magyarázik. Hihetetlen. És ezek az emberek tanítják valamire is, ugye, a népeket. Nézzük meg. Azt mondja, hogy ez a lélek, ez Isten, és ő egy zálogot ad a szívünkbe. Miközben azt mondja, hogy a lélek maga a zálog, aki pedig minket, ti veletek egyben másiákban megerősít, és megkem minket. Elohim az. Ő megerősít, megkem minket, Elohim, és ő pecsétel minket el. Elohim az atya az, aki másiákban megerősít, megkem minket, és utána elpecsétel. Megerősít minket másiákban, hiszen el kellett, hogy jöjjön az áldozat, és az, aki megmutatja, hogy mi az igaz út, így megerősít, és megkem minket, hiszen aki hisz benne, azutána másiak vér által megtisztul. Pontos veszültetek azért, hogy tudjuk, hogy egy másik gondolatmenet kezdődik. Aki el is pecsétel minket, ki? Az atya. És mit csinál? A léleknek a zálogát adja a mi szívünkbe. Nem azt mondja, hogy a lélek adja a zálogot a szívünkbe, mint amiről ők beszélnek a revidált Károli alapján. De hogyha vették volna a fáradtságot, hogy megnézzék a Szent Imre verziót, akkor ide le van írva egyértelműen, hogy pecsétjével megjelöl minket, és mit csinál? Foglalóul a szívünkbe árasztotta a lelket. A lélek nem egy ember, aki valamit a szívünkbe tesz, vagy az az atya. A lélek maga a zálog. De ide is ez van írva, a léleknek a zálogát adta a mi szíveinkbe. Ugye azt mondja utána, vagy előtte, hogy a szív az az akarat. Ide van írva, hogy mi a szív. A szív a fizikai, lelki és szellemi élet központja. A szív az ember lényege. De ezt meg lehet nézni egyébként, hogyha visszamegyünk a Héberhez, akkor látjuk, hogy kardia, ugye a görög szó, a Héber megfelelője pedig léb, valami közepe, belseje, a dolog lényege, a dolog maga. Nem csak, hogy ez az akarat, ez az emberi személyiség központja. Ez nem az akarat, ez az értelem, az érzelem, az akarat, az emlékezet, a lelkiismeret, a morális karakter, bátorságnak a helye. A szív, ugye maga ez a léb, ez az embernek a központja, a lényegi eleme. De mondom, ha tovább mentek volna, akkor láthatnák, hogy ez maga a nefes. Az a nefes, amiről egy Mózes második fejezetben ír, mikor azt mondja, hogy az ember élő lélekké lett, ahogy Jahua belelehelte az élet lehelletét. És formálta vala Jahua az embert a földnek porából, és lehellett vala az orrába életnek lehelletét. Mellesleg ez a lehellet, ez nesáma, és így lesz az ember élő lélekké, mivé nefes, azaz a szív, az ember lényege, a lélek, az ember belsejének élő része, maga az élőlény, az egyén maga. Lélek, mint érzelmi központ, mentális központ, akarat székhelye, karakter, az egész ember. A lélek maga az a zálog, amit adott a szívünkbe. Ezért mondom, hogy ha valaki nem érti ezt az egészet ilyen szinten, akkor az nem tud másokat megtanítani a helyes útra. És amit ő itt bizonyít, az az, hogy ők nem értik azt, ami le van írva. 26.50-nél kérdezi azt, hogy mi ez a zálog, mikor oda van írva, hogy a lélek a zálog, míg ő a lelket azonosította Elohimmel.
Mikor ide van írva, mi a lélek? Pneuma egyébként a lélek, pneuma, ami ugye, hogyha megnéznénk a Hébert, akkor látnánk, hogy ez a nesáma, vagy a ruach. És az előbb azért mutattam meg, 1 Mózes második fejezetben, hogy formálta vala Elohim az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő órába életnek leheletét. Ez az életnek a lehellete, ez nesáma, és az ember így lesz nefes, élő lélek. Ugyanaz a nesáma, ami a pneuma, amiről ott beszél, hogy a léleknek a záloga. Ugyanazt adta itt is, ugyanaz a nesáma érkezett Jahuától, ezt lehelte az emberbe, és így lett az ember egy nefes, egy élő lélek. Ugyanaz, amiről ír Saul a korintusiakhoz írt levelében. Mit csinál? Megerősít, azaz életre kelt benneteket, megerősít, megszilárdít, biztosít, igazol, megken, elpecsétel a léleknek, zálogát adja a szívedbe. Így leszel egy élő ember, hogy ez a lélek belemegy a szívedbe, és onnantól kezdve követed az ő utasításait. A lélek nem Isten, a lélek nem embert jelent, a lélek nefes jelent, vagy ruáhot jelent. Úgyhogy így mindenki elgondolkozhat azon, hogy mi az, amit ő valójában tanul Reveal Hidden Reality-től. Az orrába lehelli, vagy az orrába fújja, mint ráfúj, vagy rá napá, ez a szó, hogy lehel, micsodát? Azt a lehelletet, ez a nasáma, és így lesz majd az ember egy nefes lélek. Minden, ami maga az ember. Ugyanúgy, ahogy itt, csak itt a szívvel fejezi ki, hogy minden maga az ember. Fizikai, lelki, szellemi élet központja, ami maga az ember. Ezt néztük meg az előbb. Azt mondja, hogy a pecsét, ez egyben egy zálog is a szívünkben, az akaratunkban. Egyáltalán nem erről van szó. A lélek maga a pecsét. A lélek maga a pecsét. Ezt teszi a szívünkbe, úgy, mint egy zálogot, arabon, foglaló, biztosíték, egy előleg. Hogyha úgy élsz, ott marad. Ha nem úgy élsz, akkor nem marad ott. Ez teszi bele az ember szívébe, hiszen a hit az, ami először jön az embernél. Nem a bizonyosság. Az ember elhiszi először, hogy ú, van valami. Ú, ez igaznak tűnik. Ó, engem hív az atya. Bla, bla, bla. Ez az, amiről beszél. Megadja előre azt, mint egy zálogot, és akkor addig ott marad, amíg az ember úgy él. Persze tudatlan az ember, persze gyenge az ember, de próbálkozik járni az úton, és megtalálni, hogy mi is az az út. És ezt az utat a Torah jelöli ki, a lélek maga a zálog. Most azt mondja, hogy a jezsuiták azt tanítják, hogy a Szent Szellem az, ami a szívünkbe költözik, és az a zálog. Pontosan ez a zálog, ez van odaírva. Utána azt mondja, hogy a zálog az, hogyha valamiért nem tudsz fizetni, ott hagyod, és aztán visszamész, és utána kifizeted, és elveszed. Pontosan ez az, amit jelent az, ami le van írva. És ő erre azt mondja, hogy ez egy jezsuita dolog. Mikor ezt írja, hogy a pecsétjével megjelöl minket, foglalóul a szívünkbe árasztotta a lelket. Azért foglaló, mert oda tette mindaddig, amíg én úgy élek, addig ott marad, utána pedig elveszi azt. Ezért zálog, ezért nem azt mondja, hogy örökbe odaadta. Szóval gyakorlatilag nem érti. Utána most itt azt már elmagyarázza, hogy a szív az a központja az embernek, és ezt jól mondta. Utána azt mondja, és hogy ez hogy, miféle káosz, azt nem értem, de azt mondja, hogy az ő akaratát kell teljesítenünk, ahogyan a másiák is ezt mondja. Persze a lélek az, ami segít minket, a lelket teszi be az ember szívébe, az vezet minket, hogy az ő akaratát cselekedjük, mint a másiák is, ugye az cselekedte. A szívünk nem az akaratunkat szimbolizálja úgy, ahogy ő mondja, és ez kiderül azt hiszem mindenkinek, csak azért, hogy mindenki értse, hogy az, amit mond, az teljességgel egy zagyvaság. De meg is fogom ezt mutatni mindenkinek, hogy nehogy az legyen, hogy ezt csak én mondom. Saul írja, ő maga írja újra Efézusiakhoz írt levelének első fejezetében, a 13-as versben, akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, bele sem megyek, hogy ez az igazságnak beszéde, ez már most itt a Tora. Üdvösségetek evangéliumát, vagy jó hírét, melyben hittetek is, micsoda? Megpecsételtettetek, Sfragidzo. Sfragidzo. Ugyanaz a szó, mint az előbb. Az ígéretnek ama mivel? Ruach HaKodesével. A szent lélekkel. A szent lélek a pecsét. Aki micsoda? Záloga a mi örökségünknek.
tulajdon megváltására, az ő dicsőségnek magasztalására. Úgyhogy most mindenki látja, hogy az, amit ők beszélnek, az nem csak hogy nem igaz, hanem olyan tudatlanságról árulkodik, ami veszélyes. Ugyanazt a szót használja az zálognak arabon, mivel ugyanarról beszél. A lélek maga a pecsét, és ez egy zálog, a mi örökségünknek a záloga, hiszen nálunk van mindaddig, amíg azt csináljuk, amire ő vezet minket. Mi az, amire vezet minket? Az igazságra, hiszen ez az igazságnak a lelke. Ezt írja Yahuchanon egyébként 16-os fejezet. De amikor eljön, amaz igazságnak aletia, ugyanaz az igazság, amit Saul használt. A lelke, mi ez pneuma, amiről ő azt mondta, hogy Isten vagy egy ember. Elvezérel majd titeket minden igazságra. Mi az igazság? Aletia. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és bekövetkezendőket megjelenti nektek. Mit mond Saul? Meghallátok az igazságnak beszédét, mi az igazság? Aletheia. Ugyanaz, amiről Yahuchanon beszél. Mit mond Yahuchanon 17-ben a másiák? Én a te ígédet nekik adtam. Logosz az ő szava. A logosz nem más, mint a Tora, egyébként elárulom. De bár, úgy, mint mitzvá parancsolat, de bár, mint a tíz dabarim, vagy a tíz parancsolat, kol, mint rendelkezés, Tora, úgy, mint tanítás. Az atya toráját nekik adta, és mit csinált a világ? Gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, mint ahogy én sem e világból való vagyok. És itt mondja az, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, aletheia, és a te igéd, mi az? Logosz, ugyanaz a logosz, amit nekik adott, és nem szerette a világ. Azért, mert olyanok, hogy a saját útjukat akarják járni, és nem hajlandók elfogadni a torát. Yahuchanon 14-es fejezetben így szól. Bizony-bizony mondom nekek, aki hisz én bennem, hisz pisteó. Ez a tipikus kifejezés a hitre a brit hadasában vagy az új szövetségben. Mit csinál? Cselekszi, poieo, tesz, cselekszi azokat a cselekedeteket, melyeket én cselekszem, és még nagyobbakat is, mert én az atyámhoz megyek. Aki nem azt cselekszik, amit ő, aki a torát megszegi, aki annak a megszegésére tanítja az embereket és bátorítja, az nem a másiákot követi. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. Mi ez a beszéd? Ugyanúgy logosz lesz, hiszen ő maga a logosz. És az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakunk. Abá, úgy, mint Abá Yahua, vagy az atya. Abá azt jelenti, hogy erős ház. Hogy mehetnének az ő házába egy másik parancsolattal, meg egy másik rendelkezéssel, vagy viselkedésformával, vagy magatartással, amire ezek az emberek tanítják őket, hogyha egyszer az atya, a feje is ő nem változik. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, logosz, és ez az a beszéd, logosz, melyet hallottatok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Mi az, ami nem világos ebben? Elhozta az atya szavát, az atya nem változik meg, tehát nem lehet más a szava. Mit mond? A vigasztaló majd. Ki az a vigasztaló? Ruach HaKodesh. A Szent Szellem, pneuma, a zálog az ember szívében, akit az én nevemben küld az atya, mit csinál majd? Mindenre megtanít titeket, és mit csinál? Eszetekbe juttatja mindazokat, miket? Amiket mondottam nektek. Ugyanazt, amit ő mondott, azt kellene, hogy eszünkbe juttassa. A Torát, térj meg, kövesd a parancsolatokat, ne kövess el bűnt. Mit mondta a házasságtörő asszonynak? Ne kövess el többé bűnt. Ha ez nem lenne elég, akkor Efézusiakhoz 4-es fejezetben, a 30-as versben szintén leírja, hogy a Ruach HaKodesh, a pecsét, a zálog, melyet Elohim tesz bele az ember szívébe, ami tulajdonképpen a nefes, maga az ember. Meg ne szomorítsátok Elohimnek szent szellemét, vagy a Ruach HaKodesh-t, aki által mit csináltak? Megpecsételtettetek. Sragidzo. A teljes váltság napjára. A Szentlélek, vagy Szent Szellem, vagy Ruach HaKodesh maga a pecsét. Azt mondja 30-21-nél, hogy ez a zálog az ő beszédében levő ítélet. Nem. Most láttuk, hogy mi a zálog maga, és ez bizonyítja azt 100%-osan mindenki számára, hogy ők nem értik azt, amiről beszélnek. Azt mondja, hogy a zálog az egy ígéret, 30-43-nál. A zálog nem egy ígéret, a zálog az a lélek, amit a szívünkbe helyez az atya.
Arról beszél, hogy Pát már ekkor, ez ugye 35-59, azzal vádolták, hogy arra tanítja az embereket, hogy szegjék meg a parancsolatokat. Egyik helyen védi Pát azért, hogy nem arra tanítja, ugyanakkor ő ugyanazt tanítja, hogy a parancsolatokat már nem kell betartanunk azért, amit Pál írt. Szóval akkor vagy erre tanított Pál, vagy nem. Én tudom, hogy Pál nem erre tanított, és tudom, hogy Pál nem volt hamis próféta. Ugyanúgy, hogy azt is tudom, hogy Kefa vagy Péter a második levelében, a hármas fejezetben figyelmeztetett arra mindenkit, hogy Pál levelei nem egyszerűek, és ami Adonájunknak vagy Adonáj hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánk fia, Adelfosz, fiú testvér, fivér szellemi értelemben vagy fizikálisan, ugye Saul egy izraelita volt. Atyánk fia Saul is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint. Sophia, azaz Saul kapott bölcsességet és írt leveleket az embereknek. Érthető? Amit ő írt, az nem Elohim szava, az nem a Tanák, az egy levél, ami a Szent Lélek által ihletett. Én nem azt mondom, hogy nem hasznos, én azt mondom, amit Péter, hogy szinte minden levelében is, amikről ezekről beszél azokban, melyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok, amatlész, tanulatlan vagy tudatlan, és álhatatlanok, asteriktos, meg nem erősített, tétovázó, bizonytalan, ingatag, álhatatlan, mint amit bizonyított Revel Hidden Reality mind a kettőt, hogy ők azok. Hiszen mit csinálnak? Elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is, grafé, írás, szentírás, bibliai könyv. Ezek szerint ők használtak egyéb írásokat is. Nem csak Pál leveleit olvasgatták fel, hogy a maguk vesztére. Azért, mert nem értik, tudatlanok, és nem akarják érteni. Miért? Azért, mert még inognak. Mert ők még úgy vannak vele, hogy azért csábító a világ, és hogy azt tegyek, amit akarok, hogy nincsenek ünnepek, hogy nincs sabát, hogy nincs körülmetélés, hogy nincs se semmi, az öltözködés is mindegy, minden mindegy. Ők még így nem igazán tudják, hogy melyik utat szeretnék járni. Ezt jelenti az asteriktos, álhatatlan. A tudatlan az ugye egyértelmű mindenki számára. Azt mondja, hogy nincs semmiféle pecsét az embereken, hanem ez az, ahogyan élünk. Megmondta világosan, hogy rajtuk van, hogy ráteszi a homlokukra a pecsétet. Még hogyan mondja meg világosabban? A pecsét a Ruach HaKodesh. Egy spirituális világban ezt lehet látni. Mi, mint fizikális, materiális dolgok nem látjuk. A fizikális az nem az, ahol Elohim van. Elohim egy szellem, egy spirit, egy Ruach. Abban a dimenzióban, ahol ő él, ő igenis látja ezt a pecsétet az embereken. Azt nem értem, hogy minek olvassa föl az elején azt, hogy ne bántsák a füvet, élőfát, zöldellőt, hanem csak azokat az emberek, akiknek a homlokukon nincsen Elohim pecsétje. Mikor látjuk, hogy mi a pecsét az, amit a nedves agyakba vagy viaszba van belenyomva. Ezek szerint az emberen van egy pecsét, amit mi nem látunk, de ő látja. Az angyal látja, meg ezek a sáskák, meg ezek a dolgok. De mi nem látjuk. Arról beszél, hogy Pál a törvény rabszolgája volt, és aztán rájött, hogy már utána ez megváltozott, és nem úgy kell élni. A törvény nem lehetett rabszolgaság. Ez egy ostoba gondolatmenet, hogy a törvény az rabszolgaság. Ez egy tudatlan, ostoba gondolkodásmód. Így ír Zsoltárok 119. Adonai vagy Jehua, vágyódom a te szabadításod után. Szabadulás, megmenekülés, szabadítás, segítség, megmentés. És a te törvényed nekem a gyönyörűségem. A törvény maga a megszabadítás, hiszen a bűntől megszabadít. Hiszen az ember tudja, hogy mit kell tennie, azt teszi, és így szabad lesz. Számára, Revel Hidden Reality számára természetes, hogy a törvény egy rabszolgaság, hiszen úgy az ember nem teheti azt, amit csak akar. Azonban azok számára, akikben benne van a pecsét, akikben a Ruach HaKodesh valóban a kardiában, a nefesben, a szívben él, azok számára ez szabadság. Nézzük, mit ír Jakob, vagyis a másik fél testvére az, aki ezt írja. Az igének, mi ez az ige? Logosz. Már megvizsgáltuk százszor, nem megyek bele megint. Megtartói legyetek. Poétész. Cselekvő. Megvalósító cselekvés. Mikor azt írta, hogy minden jó cselekedetnek,
Mikor azt írja, hogy megítéli majd a cselekedetei szerint, akkor erről beszél. Politész, cselekvés, alkot, mint aki csinál valamit fizikálisan. Ne! Csak hallgatói. Megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, minek? Logosz, Elohim törvényének. A más siákot egyébként a Logosznak hívják. Az írás, vagy az ige. Elohim szava, a Tanák, hiszen ez még nem létezett akkor. Sem a Brit Hadasá, vagy a krónikák, semmi. Krónikák úgy, mint Máté, Márk, Lukács, János. Ezek nem léteztek, tehát ez nem beszélhet másról, csak a Tanáktól. Szóval, aki csak hallgatója, és nem megtartója, mint Reveal Hidden Reality, olvasgatják naphosszat, de igazából nem csinálják. Az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát. Mert megnézte magát, és elment, és el is felejtette, milyen volt. Olvassa, olvassa, de aztán éli tovább az életét, mert azt mondja, hogy már mi szabadok vagyunk, ez rabság, bla bla bla, sőt, ez rabszolgaság, meg ez békjó, meg ez megköt minket. Nézzük, hogy mit mond Jakab ugyanerről. Az igéről beszél, hogy meg kell tartanunk. De mit mond? Aki belenéz mibe? A szabadságnak eleutheria. Szabadság. Tökéletes miébe? Törvényébe. A mózesi törvény. És mit csinál? Megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt, poitész cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Az írás, mint a két élő kard, a hazugságot elpusztítja. És láthatjuk azt, hogy mindaddig, amíg Jakab azt mondja, hogy a szabadságnak a tökéletes törvénye, az a mózesi törvény, a törvény, nomos, hogyha megnézzük, hogy mi ez a kifejezés a héberben, látni fogjuk, hogy ez a dabar, mint a 10 dabarim, huka, chok, mitzvá, mispát, vagy tora. Mindaz, amit mi törvénynek hívunk, az számára a szabadságnak a tökéletes törvénye, mert érti, hogy ez megszabadít minket a bűntől. Saul nem arról beszél, hogy úgy akar élni, mint egy állat, vagy mint egy barbár. Ő azt mondja, hogy a bűntől akar megszabadulni. Az a rabság, nem a tora. Azt mondja, hogy arra ösztönzi őket Saul beszéde, hogy megtartsák a megváltó beszédét. Nem tartják meg a megváltó beszédét. Előbb néztük meg, János leírta, hogy ő az atya beszédét hozta el, semmi mást. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy Reveal Hidden Reality arra ösztönzi az embereket, hogy azt ne tartsák meg, hanem azt a néhányat, amik őt felfedezni vélnek, a Brit Hadasában azt ők megtartják, de azon kívül semmit. A másiák egyáltalán nem így beszélt. Semmi ilyesmiről nem volt szó. Egyébként ez a vers, amit itt idéz, nem kapcsolódik a pecséthez logikailag, hiszen ez egy másik pecsét, a pecsétet más értelemben használja mindenki, aki szövegértésből hármas kapott, vagy annál jobbat általános iskolában meg kell, hogy értse ezt. Itt nem Elohim pecsétjéről van szó, itt arról van szó, hogy ezek az emberek az ő apostolságának pecsétje Jahuában, vagyis hát bocsánat, Adonaiban. Úgy, mint hogy az ő bizonyíték arra, hogy ő jól dolgozik. De arra a pecsétre, mint amiről az előbb beszélt, ahhoz ennek nincsen semmiféle köze. Úgyhogy ez az egész igazából nem is illik ide logikailag. Vagy tartalmát tekintve. Azt mondja, hogy rajtunk van az atya pecsétje, mert elállunk a hamisságtól. A hamisság maga a bűn. Hatá! A tora megsértés. De ez ebből a versből nem derül ki, hiszen ez másról beszél. Itt Saul arról beszél, hogy az ő bizonysága az emberek, akik úgy élnek. Úgyhogy ennek ehhez nincs köze, akárhogy is próbálja ő belemagyarázni azt. Természetes, hogy úgy van a pecsét, meg minden, ahogy elmondtam, nem úgy, ahogy ő, de ez a vers, ez teljesen kilóg a sorba. Azt mondja, hogy Pál, érdekes amúgy, ahogy gondolkodik. Az elején leszögezi, hogy Pál arra tanít minket, amire mindenki más az írásban, aztán most azt mondja, hogy ha Pál arra tanítana minket, hogy metélkezzünk körül, meg fizessünk tizedet, meg a Torát kövessük, akkor ő egy hamis proféta lenne. De hát ő szerinte meg ezt mondja. Sőt, aztán egyetért abban, hogy az összes többi apostol arra tanít minket, hogy a Torából nem lehet üdvözülni. Én pontosan ezt mondom. A törvény betartásából nem lehet üdvözülni. A törvény betartása, ahogy Jakab mondja, egy bizonyítéka annak, hogy az emberben benne van a pecsét. Bennük nyilván nincs meg, erről ők bizonyságot tesznek, Reveal Hidden Reality, azzal, hogy a Tora ellen beszélnek. Egyetlen apostol sem beszélt a Tora ellen. Vagy Saul. És az érdekes az ebben az egész gondolatmenetben,
hogy egyszer azt mondja, hogy egyetért az összes apostol és Saul az atyával és a fiúval, de ugyanakkor, ugyanebben a gondolatmenetben azt mondja, hogy mégis a törvény, a körülmetélés nem szükséges, hiszen ők ezt hirdették. Ebből következik az, hogy ők nem értik azt, ami le van írva a Brit Hadasában. Hiszen, hogyha valaki, bárki is a törvény ellen megy, az az atya ellen kell, hogy menjen. Hiszen az atya nem változik meg. Malakiás 3:6 elmondja egyértelműen, én, Jahua, nem változom meg. Akkor hogy van az, hogy ők mégis azt hirdetik, hogy megváltozik? Szóval ez egy teljesen bizarr gondolkodásmód, hogy egy helyen azt mondja, hogy Saul eltörölte a törvényt, másik helyen meg azt mondja, hogy ugyanazt mondja, mint az atya vagy a fiú. Nem értem. Sőt, utána azt mondja, hogy a másiák nem tartotta meg a sabát napot, mikor a másiák mindig megtartotta az összes parancsolatot bűn nélkül. Hogyha nem tartotta volna meg a sabát napot, akkor nem lehetett volna a bárány. Ez amúgy zsidókhoz 9:28. Azonképpen másiák is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése véget. Ugye másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják. Ez a második visszatérés. Hogy lehetne ő áldozat a bűnért, hogyha ő bűnt követ el? Hogyha a sabátot valaki megszegi, nem lehet tökéletes áldozat. Ezek az emberek nem tudják, hogy miről beszélnek. Ha nem tartotta volna meg, nem lehetett volna áldozat a bűnért. Ez egy alapvető tézis a Brit Hadasában. Ők ezt nem értik. Ezek az emberek nem tudják, hogy miről beszélnek. Azt mondja, hogy megüresíti magát, ez ugye másiák, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlatossá lett. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a karó vagy keresztfa haláláig, engedelmes lévén a halálig. Aki megszegi a sabátot, az nem engedelmes. Ő nem lehetett olyan, aki megszegi a sabátot. Ez egy teljesen ostoba feltevés, és mindenki számára bizonyíték kell, hogy legyen, hogy Revere Hidden Reality-ek nem értik, hogy mi az üzenete az új szövetségnek. Ennek okáért Elohim felmagasztalta őt, és ajándékozza neki olyan nevet, mely minden név fölött van. Azért, hogy Jahusa nevére minden térd meghajoljon a mennyeiek, a földi és a föld alatt valóké. Azért, hogy minden nyelv vallja, hogy Jahusa Hamásiák Adonai, vagy Úr, az Atya Elohim dicsőségére. Akkor valaki azt mondja, hogy mindezt megtette az Atya úgy, hogy nem volt engedelmes, hogy megszegte a sabátot, ennek ellenére ő volt az, aki bűnt követette, bűnt bűnre halmozott azzal, hogy megszegte a sabátot, ennek ellenére ő lett a tökéletes áldozat, ennek ellenére övé volt az a név, ő neki fog meghajolni mindenki, őt magasztalta fel az Atya. Hogy is lehet ez? Aki ezt hallgatja, az komoly, komoly szinten tévúton jár. Aki ezt terjeszti, az pedig bűnt követel. Utána azt mondja, hogy arra ösztönzi, hogy az emberek tartsák meg a törvényeket. Hát akkor most arra ösztönzi, vagy arra ösztönzi, hogy ne tartsa meg. Most akkor megszegte, vagy nem szegte meg? A sabátnak mindig is ez volt az értelme. Az nem munka, az nem megtartása a sabátnak, hogy az ember erről beszél. A sabátnak ez az értelme. Ő megmutatta, hogy mi az értelme. Ezek szerint ez nem derült ki Revere Hidden Reality-ek számára. Aki nem tartja meg a sabátot, az megszegi. Ha valaki azt mondja, hogy a másiak megszegte a sabátot, az nem érti az új szövetség üzenetét. Ő azért csinálta, amit csinált, mert ez a sabát értelme, hogy az ember erről beszéljen, hogy ezt csinálja, hogy ez legyen minden gondolata. Azt mondja, hogy ne a részletekben való megtartását. Melyik részletre gondol? Mi a részlet ebben? Hogy ne paráznák, hogy... Vagy az, hogy ne törd meg a házasságot, vagy anyádat tiszteljed, vagy a sabát, vagy hogy a nevet tud, vagy használd? Melyik az, ami részlet ezek közül? Ugye azt mondja, hogy a 10 parancsolatot meg kell. Oké, okay, de a sabátot nem. Nem, minden nap sabát. Oké, okay, a 10-ből akkor egy elment. A név nem fontos, mert ő tudja, hogy mi a neve. Úr Isten, egyre megy. Akkor már 2 elszállt a 10-ből. Akkor haladjunk tovább. Akkor miért emleget is Saul az, hogy a nyomtató ökör száját ne kösd be, ami egyértelműen arról szól, hogy támogatni kell azt, aki hirdeti a jó hírt. Az is a Torából származik. Állattal ne közösülj, az is a Torából származik. Takard be a fejed, hogyha imádkozol nőként, de férfiként is, de mindegy, az is a Torából van. Akkor még mennyi kell,
hogy egyértelmű legyen, hogy az egész áll. Az egész áll, mindig is állni fog. Ez az, a Tora az, ami kormányozza a világot. Samaimban, a mennyben, Eretz, a földben, és a föld alatt Seolban is. És most azt mondja, hogy ha Saul ez ellen beszélt volna, azzal beszél ellene, hogy azt mondja, hogy metélkezzünk körül, fizessünk tizedet, meg építsünk harmadik templomot, üljünk meg a sabátot, hogy tartsuk be a sabátot, akkor Saul egy másik vallás alapítója lett volna. Hát de ezt csinálja, ezt mondják ők, hogy Saul ezt mondta. Saul így egy új vallást alapított, ahogy ők értelmezik. De nem értik ezek az emberek, hogy amit mondanak ellentmondásban van azzal, aminek, ami annak az értelme. Nem értik, egyszerűen hihetetlen. Egyik helyen azt mondja, hogy Saul a sabát ellen volt, a Tora ellen volt, a körülmetélés ellen volt, a másik oldalon meg azt mondja, hogy de mégis ugyanazt hirdette, mint amit a másiák, vagy amit a Tora. Egyszerűen hihetetlen, hogy ez hogy lehetséges. Ézsaiás 5:20, jaj azoknak, akik a gonosz jónak mondják, a jót gonosznak, a sötétséget világossággá, a világosságot sötétségé teszik, és a keserűt édessé, az édes pedig keserűvé. Jaj azoknak, akik maguknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön maguk előtt. Ámuljatok és bámuljatok, vakítsátok magatokat és megvakultok, részegek, de nem bortól, tántorok, de nem részegítő italtól. Nem értik, ami le van írva, mert rátok önté Jahua mély álomnak lelkét, ruach. Bezárta szemeiteket, profétákat, fejeiteket, a nézőket befedezte. Olyan lesz mind elátás nektek, mint egy bepecsételtetett írás beszédei. Olvasd el, kérlek, mondják az írástudónak. Nem tudom, mert bepecsételtetett, és a levelet annak adják, a levelet, Sefer, annak adják, vagy Sepira, Sefer, annak adják, aki nem tud olvasni, és azt mondja, nem tudok írást olvasni. Sefer úgy, mint Saul levelei. Nem értik azt, ami le van írva. Miért? Mert a nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem. Szíve, léb a belseje. Nefes pedig távol van tőlem úgy, hogy irántum való félelmük betanított emberi parancsolat lőn. Az, hogy össze-vissza beszél, hogy nem érti azt, amiről beszél, és ezt tanítják az embereknek. 41:50-nél azt mondja, hogy hú, ez bonyolultnak hangzik elsőre. Úgy tűnik, hogy az is nekik. Arról beszél, hogy Ábrahám megigazult, mert engedelmes volt, de az engedelmes maga azt jelenti, megnéztük, Jakab elmondja, hogy az ember a Tora szerint él. Mindenki ezt mondja, hogy engedelmes. Mindenki azt mondja, hogy ő igaz, hogy ő nem gonosz, hogy ő benne a ruachalkodás él. Ezt mindenki mondja, szinte kivétel nélkül a keresztények közül. Hát ha nem mondaná, akkor ugye nem számítana annak. A lényeg az, hogy ki az, aki úgy él, aki a cselekedeteivel bizonyítja azt, mint Ábrahám, és ők egyértelműen nem. Mellesleg Ábrahám nem csak, hogy elhagyta a bálványimádást, ahogy ők mondják, hanem Ábrahám hallgatott az én szavamra, ezt mondja Jahua, és megtartotta a megtartandókat, mismeret, micvá, parancsolataimat, rendeléseimet, huká, és az én torámat. Az én törvényeimet. Ezért volt Ábrahám mindazoknak az atya, akik hittek. Az ígéret pedig ez volt, hogy megsokasítom a te magodat, mint égcsillagait, és a te magodnak adom mind ezeket a földeket, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei. Tehát Reveal Hidden Reality nem csak nem érti azt, hogy Ábrahám a Tora szerint élt, ez volt az egyik bizonyíték. A másik az volt, hogy az ígéret, mint nekünk is a királyság, Ábrahámnak is egy királyság volt az ígéret. Az, hogy annyi magja lesz, mint égen a csillag, és hogy benne fognak megáldatni minden nemzetségek. Ezt nem láthatta Ábrahám élete során. Hiszen egy ember nem él annyi ideig, hogy lássa, hogy annyi gyermeke lesz, mint égen a csillag. Így ő úgy élt egész életén keresztül, hogyan? Hogy megtartotta a megtartandókat, parancsolatokat, rendeléseket, törvényeket, hogy nem volt benne biztos, hogy az majd bekövetkezik, amit Jahua ígért. Ugyanígy kellene nekünk is. Úgy élünk, hogy megtartjuk a parancsolatokat, rendeléseket, törvényeket teljes hitünkből, bizonyítván azt, hogy mi hiszünk.
és majd eljutunk az ígérethez. Ez a hasonlóság a kettő között, nem az, hogy ő nem volt körülmetélve meg báványimádás. Ez az, amiért ő a hit atya. Azt mondja, hogy Isten igazsága végzi el bennünk, hogy megigazuljunk. Mi Isten igazsága, ha nem az ő szava? Én még egyszer mondom, minél többet hallgatom ezt az egészet, annál jobban világosá válik, hogy ezek az emberek nem értik azt, hogy mi van ide leírva. De aki végignézett 1 óra 10 percet ebből a videóból, és még mindig nem érti ezt, annak komoly problémái vannak az értelmező készségével. Azt mondja, hogy annak ellenére, hogy nincsenek körülmetéve, ők megigazulnak azért, mert ők hallgatnak, meg engedelmesek. Úgy, hogy nem is hallgatnak, meg nem is engedelmesek. Mert ugye nem is olvassák azt a könyvet, magyarul nem is hallgatják, de nem is engedelmesek, mert nem is csinálják azt, még azt se, amit tudnak, hogy benne van. Úgyhogy nem tudom, hogy ő mit gondol, hogy ő hogy igazul meg, vagy hogy lesz ő majd körülmetéletlenül, úgy, hogy semmit nem csinál abból, ami le van írva. Ez egy rejtély számomra. Azt mondja, hogy még ekkor nem volt sehol Mózes, mikor Ábrahám már engedelmeskedett. Hát pontosan ezt mondom. Mikor ezt mondom, hogy már a körülmetélés már régi, akkor azt mondják, hogy ez egy zsidó szokás. Most, amikor úgy jobb, akkor most az van, hogy még akkor Mózes sehol nem volt meg a Tora. Mikor láttuk, hogy a Tora már létezett, plusz már Ábrahám körül volt metélve. Akkor miről beszél, hogy még akkor nem volt sehol Mózes? Egyszer ezt mondják, amikor úgy kényelmes, egyszer meg azt mondják, amikor meg úgy kényelmes. Most arról beszél, hogy ahogy Saul engedelmeskedett az atyának, úgy mi engedelmeskedünk a megváltónak. A megváltó úgy engedelmeskedett az atyának, ahogy nekünk kellene. A megváltó volt az atya szava. A Ruach HaKodesh-sel együtt. Nekünk ugyanez a lehetőségünk megvan. Ha megtanuljuk, ha megértjük, a szívünkbe zárjuk, akkor fog Ruach HaKodesh bennünk élni. És úgy lehetünk olyanok, mint a megváltó. Nem úgy, hogy kiválogatjuk azt, ami nekünk kedvez, meg ami egyszerű nekünk, és azokat csináljuk. Meg ráadásul arra tanítani más embereket, ez óriási felelőtlenség. Azt mondja, hogy az cselekedte Ábrahám, és így egy láthatatlan pecsétet kapott. Az ember cselekedete az nem láthatatlan, az ember cselekedete az látható. Hiszen így lesz az ember a hegyre épített város, ami nem rejthetik el. Így lesz az ember a gyertya fénye, ami bevilágítja az egész szobát, hogy a cselekedetei olyanok, hogy vezetik a többieket az atyához. Ha nem így élünk, akkor egy másik útra tereljük az embereket, úgy, ahogyan Reveal Hidden Reality teszi. És számomra megdöbbentő az, hogy szemrebbenés nélkül azt mondja, hogy ők rajtuk van a pecsét, mert ők azt teszik, amit a megváltó mondott, holott semmit nem csinálnak úgy szinte, ráadásul más tanítanak, és hasonlítják magukat a megváltóhoz úgy, ahogyan a megváltó azt cselekedte, amit az atya akar. Mikor elmondta a megváltó, hogy ugyanazt teszi, amit az atya neki mondott. És ők ebben a videóban ezt mondják, hogy ők ezt csinálják, mikor gyakorlatilag mindent, amit a Tora leír, ők rabságként fognak fel. Mert ugye azt a 7 és fél 8 parancsolatot tartják be, ami benne van a 10-ben, azon kívül semmi. Azután eljut Máté 7, 21, 23-ig, és még mindig nem érti, hogy miről beszél. Elmondja, hogy 52, 42-nél van ez az agyvaság. Arról beszél, hogy te előtted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál. Ugye egyértelmű, hogy az előtted ettünk, ittunk az, hogy vele együtt voltak, hogy ott voltak vele. Természetes a másik, amit ugye elmagyaráz nagyszerűen végre valami, amit eltalálnak, hogy az evés-ivás az arra utal, hogy nem csak kenyéren él az ember, hanem minden szóval, ami Elohim szájából kijön. Hogy ugyanúgy hallották azt, amit mondott, és a tanításait is megértették. Legalábbis látszólag. Ennek ellenére mégis azt mondja neki, hogy nem tudom, honnét valók vagytok, távozzatok el én tőle mindjárt, kik hamisságot cselekeztek. Az a probléma, hogy ott ettek, ittak, hallották a tanítást, úgy, mint Reveal Hidden Reality, olvasták a könyvet, hallották a tanítást, úgy tűnt, hogy figyeltek, mint Jakab írta, hogy nézi magát a tükörbe, ahogy odébb áll, elfelejti. Azonban a cselekedetei, ergátész, mint a földművelő, a munkás, a cselekvő ember, az hamisság, adikia, jogtalanság, igazságtalanság, istentelenség, igaztalanság, gonoszság, mindaz, ami Yahuwah szavával ellenkezik, ezt cselekszik. Ezután a híres Máté 7, 21-24-be is belefog, ez egyértelmű, hogy rá vonatkozik, rájuk vonatkozik pontosan szó szerint. Akik nem értik,
hogy miről van szó. Mindenféle dolgokat beszélnek, tanítanak, profétálnak, nagyszerű dolgokat cselekednek, de ugyanakkor gonosztevők. És a legnagyobb probléma az, hogy azt a szót, hogy gonosztevő átugorja szándékosan, biztos vagyok benne. Hiszen ha nem tenné ezt, azt mondja, hogy ez minden, ami Elohim igazságával ellentmond. Persze, de nézzük meg, hogy mi ez a szó. Anómia, mint gonosztevő, törvénytelenség, törvénysértés, törvényszegés, törvény nélküli állapot. Anómia a héberben egyébként meg fogjuk látni, hogy hatá, bűn, bűnös állapot, bűnért járó büntetés. Ki az, aki ezt követi el? H23.98, aki téved, téveszt, eltéveszti a célt. Persze rengeteg más, ugye Hamas arról szólt már korábban, meg még egy pár, amit megnéztünk, nem fogjuk mindet megnézni, de ugyanaz, hogy vá az, aki rossz, aki förtelmes, undorító, úgy, mint az utálatosság. Mikor arról beszél, hogy ez az állat utálatosság, az a kifejezés ott, toj vá, ezek az emberek mind gonosztevők, akikre ez igaz, akik nem a Tora szerint élnek. Ezt jelenti a gonosztevő, hogy törvény szegő. Ezután a 144 ezer káosz következik, amikor ugye azt mondja, hogy a 144 ezer az a spirituális Izrael, erre semmiféle bizonyíték nincs. Az írásból ezt nem lehet bebizonyítani, ezért nem is próbálja meg. Igazából semmit nem próbál az írásból bemutatni, egyetlen egy idézet nem hangzott el a Tanákból, és így nem lehet értelmezni a könyvet, hiszen ezért ezer oldal a könyv, hogy az egészet felhasználjuk ahhoz, hogy megértsük az igazságot, és nem az utolsó 10-15 fejezetet, Saul verseit, meg a jelenések könyvét, így nem lehet megérteni Elohim üzenetét. Teljesen mindegy, hogy ki mit mond, az a lényeg, hogy mindenki, aki Jahua útját keresi, értse meg azt, hogy nem lehet az új szövetségből megérteni az üzenetet, erre ékes bizonyíték, Reveal Hidden Reality, a kereszténység és az egész világ. Mindazok, akik Jézus szeretik, követik, akik a feltétel nélküli szeretetről beszélnek, nem értve azt, hogy erről sehol nincs szó az írásban, hogy feltétel nélküli szeretet lenne. Nem az, hogy feltétel nélküli szeretetről van szó, hanem megvan a feltétel rendszere az egész szövetségnek. Ez pedig a Tora, ami nem fog megváltozni. Egyébként Ézsaiás, Jesiáhu 24-es fejezet ékes bizonyítéka ennek. A föld megfertőztetett lakosai alatt. Miért? Mert áthágták a törvényeket. A bár átmegy, vagy át kell. Áthalad, vagy keresztül megy. Ez az a kifejezés, amelyből a héber jön, mint abri. Mint aki át kell, csak az a másik oldalra kell át, ez meg itt már visszamegy a rossz útra. Mert áthágja a törvényeket, a torát, a rendelést, hok. Megszegték, megtörték az örök olám szövetséget, brit. Ezért jön el az ítélet a világra. Mert áthágták a torát, és nem tartották meg az ő rendeléseit, és ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók, ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!